dolgokat össze, hogy 2013-ban a szecesszió éve, Gödöllőn egész rendezvény sorozat van, ha valaki esetleg arra jár, és az Iparművészeti Múzeumban meseszép szecessziós kiállítás van. Hát ez is meseszép, de az még szebb, mert ott azért van Tiffany, van Galli, van csupa Sománka István, tehát csupa olyan nevek, akikről mi csak álmodunk. 1970-ig nem is vették stílus számba a szecessziót, úgy gondolták, hogy ez csak átmenet a neo stílusok és a rákövető stílus között. Gyakorlatilag kiderült, hogy hát ez nagy tévedés volt, mert a legutolsó klasszikus értelemben vett művészeti stílus a szecesszió. Iskolája nem volt, tehát nem volt olyan, mint a nagybányai művésztelep, vagy a Müncheni Akadémia, vagy akár itt közel a Szentendrei művésztelep, vagy Körösfői Krisaladár vezetésével a Gödöllői művésztelep. Ezért gyakorlatilag ahány műtárgy annyi szecesszió, ahány művész, mivel mindenki a saját egyéniségét tette bele a gyártmányaiba, annyi szecesszió. De hogyha végignézzünk itt a tárgyakon, akkor mégis valami egységes, valami, az összesre érvényes ismertetőjelet fel tudunk fedezni. A szecesszió volt az első nem udvari stílus, ami azt jelenti, hogy nem a királyi udvarból indult ki, mint a barokk, a rokokó, a Biedermeier és a többi, és nem csak a felső tízezernek, hanem gyakorlatilag minden társadalmi rétegnek, tehát főúraknak, kis és nagypolgároknak és a parasságnak is készítettek tárgyakat. Én úgy mondanám, hogy ez az a kor, amikor a vízcsapból is a szecesszió folyt. Már a neve is különleges, szinte ahány ország annyi neve van. Mi a szecessziót Bécsből vettük át, a szecesszión az kivonulást, elkülönülést jelent. 49 művész kivonul tüntetőleg a Bécsi Akadémiáról, demonstrálva ezzel, hogy nem akarnak részt venni az akadémikus művészetek tovább ápolásában, tehát nem akarnak olyan képeket létrehozni, mint Munkácsi Mihály például, hanem valami egészen mást szeretnének. A franciák úgy hívják, hogy Art Nouveau. Az egyik galerista, Bing, átment Amerikába, és egy hatalmas nagy Tiffany kollekcióval érkezett haza. Amikor telepakolta vele a galériáját, akkor a régi cégtáblát levette, és kiírta, hogy Art Nouveau, azaz új művészet. Úgyhogy a franciák így hívják. Az angolok is úgy hívják, hogy New Art, tehát új művészet. Az olaszok mondják új művészetnek is, meg szabadságművészetnek is, vagy szabad művészetnek is. A németek azt mondják, hogy Jugendstil, a Jugend című, ifjúság című újságról, amely felkarolta a stílusnak a terjesztését, és az Egyesült Államokban úgy hívják, hogy Style Tiffany, tehát Tiffany stílus talán nem véletlenül. A kialakulás 1860-1870 közé tehető. A virágzás 1880 és 1920 között volt. Ekkor esett szét a hatalmas spanyol gyarmatbirodalom, ekkor lett Japán ipari és katonai nagyhatalom, ekkor dúlt az orosz polgári forradalom, és az Egyesült Államokban ekkor alakult ki az imperializmus. Amerikának nem lévén történelme, a szecesszióval és az Art Deco-val később saját vadonatúj múltat teremtett magának. A vége az 1920 körül, 1914-től 18-ig volt az első világháború. Ennek a következménye, hogy Németország összeomlik, az osztrák-magyar monarchia darabokra esik szét, Magyarország lásd Trianon, és hát ekkor volt a 17-ben, ugye kitört a nagy októberi szocialista forradalom. Na most
most ezek a történelmi és hát ezáltal a gazdasági viszonyok is nagyon nem kedveztek a művészek által kis példányszámban előállított dolgoknak. A szecessziónak az egyik fő célja az lett volna, illetve az is volt, hogy nagyüzemi módon, gyári módon, gyárakban készítsenek el művészi termékeket, de sajnos ezt nem tudta megvalósítani. Úgyhogy hát nagyon drágák voltak a termékei, és hát ilyen háborús, forradalmas időben nem volt fizetőképes kereslet a termékükre. És a másik ok, ami még közbejátszott a bukásához, hogy még a Biscsabból is ez folyt, hogy mindenki ezt csinálta, és ha valamit annyian csinálnak, akkor ott bizony nagyon sok a bobri is. 1851-ben volt az első világkiállítás Londonban. Ott telerakták a pavilonokat neo stílusokkal, tehát neogót, neoromán, neobarok, neorokokó. Megpróbálták gyárilag elkészíteni őket, most a kisipari munka, nagyipari elkészítése rendkívül silány minőséget eredményezett, úgyhogy őrületes nagy bukás volt az 51-es londoni világkiállítás, de gyakorlatilag ez is sürgette az új stílusnak a megalakulását. A cél művészit alkotni nagyüzemi módon, ezt már mondtam, és a másik cél lehetőséget adni a művészeknek, hogy ne csak a saját úgymond szakterületükön, hanem mást kipróbálva, más művészeti ágakat is kipróbálva tudjanak alkotni. Példaként mondanám Ripő Rónai Józsefet, aki a korának hát az egyik legnagyobb festője volt, de a Zsolnai gyárban a kerámiákra dekorokat készített, és a Tiszadobé Andrássy kastélynak az egész berendezését ő tervezte. Tehát a palikápit, a szőnyeg, a bútor, az evőeszköz, a párnahúzat, a csillára, szóval ami egy kastélyban van, az gyakorlatilag mind az ő terve. Rendszeresek lettek a világkiállítások, nem lévő internet, így tudtak a művészek találkozni egymással, és így tudták megismerni egymás munkáit is. 1867 az egy fordulópont volt. A japán pavilonnak őrületes nagy sikere volt. A japán hatásról majd később fogok beszélni. De csak a japán tárgyakról, tehát úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ipari nagyhatalom lett Japán, Európa is nagy mértékben hozzájárult, mert annyira kedvelt lett ez a japán stílus, annyi árut rendelt Európa Japántól, mint ahogy majd jön a kínai dömping. Na most ahova olyan mennyiségű áru jön, ott, hát mint a kínai is, hát elég silány minőség. Úgyhogy az emberek elég gyorsan ráuntak. Ez a japán imádat, ez nem tartott túl sokáig. Nem csak a gyönge minőség miatt, hanem mert sablonos volt, és az emberek elég gyorsan megunták, hogy minden csészén, minden tányéron virágzó barackfa ág van. Mondanék pár szót Tiffanyról. Az Egyesült Államokban született, Párizsban tanult festeni, de őt inkább az iparművészet érdekelték, és nem a képzőművészet. Először kerámiával foglalkozott, később tért át az üvegre, és aztán hát hezitált, hogy most melyik legyen, de az első üveg kiállítás olyan fergeteges siker volt, hogy gyakorlatilag ez eldöntötte az egész további művészi életét. Először gyűjtött távol-keleti műtárgyakat, Perzsiából, Kínából, Japánból. Utána forgalmazta is őket az Egyesült Államokban, majd ezek által ihletett tárgyakat készített, ami gyakorlatilag világhírt hozott neki. Különleges technikai eljárások fűződnek a nevéhez. Ez például az opál üveg. Ezt meg lehet nézni, lehet látni, hogy olyan opálos, tehát nem egészen áttetsző, de nem is átlátszatlan.
hogy ez az üveg ez ilyen legyen, ezt tulajdonképpen Tiffany kísérletezte ki. Ő csinált először hangulatvilágítást, tehát hangulatlámpát, a Tiffany lámpákat, fém, talp és üvegmozaik burrará, amiket most árulnak Tiffany lámpagyanánt, az nem is hasonlít hozzá, szóval az, az rettenet, és a... Az üvegeit különleges tárgyakkal tette, szóval azzal csinálta a motívumokat, filigránt tett az üvegbe, fémszálakat tett az üvegbe, más csomókat tett az üvegbe, ezzel alakította ki tulajdonképpen magát a mintát, fergeteges jó, nagyon jó a dolgok. És ezeket a tárgyakat már majdnem nagyüzemi módon készítette. A következő, akiről szeretnék egy pár szót szólni, az Alfonz Muha, ott azok a képek fölül, meg ez a szép nagy itt, egészségedre, meg a kettő ott az ajtófélfánál. Autodidakta módon tanult meg festeni, mert a Prágai Akadémia elutasította. Illusztrációkból és színházi díszletfestőként dolgozott és ebből élt meg. A kor szokása szerint elment Párizsba, ahol szerencséje volt, mert Sarah Bernardnak akkor mutatták be az új darabját, és mivel aki eddigi, az addigi plakátjait készítette, nem volt a városban, Muhát kérte fel. Hát azt mondják, hogy a Belle Époque, vagy ahogy mi mondjuk a boldog békeidők, legnagyobb plakátfestője lett egyetlen egy pillanat alatt. Elment az Amerikai Egyesült Államokba tanítani, Bostonban, Philadelphiában és New Yorkban tanított, majd hazatelepült Prágába. 1939-ben a németek megszállták Prágát. A szabadkönyves múltja miatt az elsők között volt, hogy internálták, és nem sokkal később tüdőgyulladásban meg is halt. Aki még számomra fontos, de nem közvetlen szecessziós, viszont annyira egy időben futott ki a szecesszióval, az Astonet. 1841-ben Koblenzben Metternich kancellár, akit ismerünk a szabadságharclevelése utáni magyarországi ténykedéseiről. Szóval Metternich kancellár látta az ő bútorait, és rábeszélte, hogy települjön át Bécsbe. Következő évben is vitte a kollekcióját Bécsbe, és az udvar azonnal engedélyezte a gyártást. De ő még nem alakította meg akkor a saját cégét, hanem beállt a konkurenciához, a Liechtensteini kastélynak az egész padozatát, tehát a parkettát, és jó pár bútort is Alfonz Tonet készített. 1849-ben öt fiával megalakítja a saját cégét. 51-ben Londonban talán az egyetlen volt, akinek sikere volt a világkiállításon. A londoni világkiállítás után egymás után alapította a leányvállalatait, mivel gőzölt bükk, tehát úgy tudja hajlítani, bükkerdő közelében, és ahol víz is van, mert a gőzöléshez kellett neki a víz. A londoni kiállítás után 20 évvel hal meg. A 20 év alatt több mint 4.200.000 bútort gyártott, 4.200.000, és ebből több mint 3.400.000 volt a szék. Az ember azt hinné, hogy ilyen mennyiségűből, hát annyi maradt, hogy ihaj csuhaj, és nincs, mert annyira olcsó volt, az emberek nem vigyáztak rá, amikor jött a következő stílus, tihanyigálták, eltüzelték, úgyhogy eredeti tonett alig van. Természetesen a milyen siker azt utánozták is. 1893-ban Európában 51 hajlított bútorgyár volt, tehát ahol szekrényt csináltak, az nem csak hajlított bútorgyár, és ebből 25 volt az Osztrák-Magyar Monarchia alatt. Hogyha elmegyünk ma Kairóba, Alexandriába, Bangkokba,
olyan kávéházakba, tehát szegényebb területen olyan kávéházakba, ahol nem volt pénz lecserélni a berendezést, akkor most is eredeti tonett, de szerencséjük van, eredeti tonett berendezést találunk, ugyanúgy, mint Bécsben a Havelka kávéházban. A szecesszió az rengeteg újdonságot hozott, az opálüvegről már meséltem, akkor hozta a savmaratást, ahogy a festészetben megszűnik a térhatás, tehát gyakorlatilag nincsen színárnyalat és nincs mélység. Ugyanúgy, hogyha megfogjuk itt a savmaratot, tehát magát a mintát, akkor lehet érezni, hogy az nem egyforma mélységű. Gyönyörű savmaratot, dolgokat készített Soványka István. Lüszteres, rátétes, savmaratot, mindenféle technikát alkalmazott az üvegein. Gyönyörű szépek, meg kell nézni a Iparművészeti Múzeumban. Ebben az időben kísérletezték ki a kraklé vagy repesztett üveget. Nekem ez a három van. Itt közelebb lehet jönni egész nyugodtan. Meg lehet fogni. Tehát amíg forró üvegtestet jeges vízbe mártják, és az üveg anyagának az összetételétől függően lesz olyan repett, vagy ilyen repett, vagy ilyen repett. Tehát gyakorlatilag ahány darab annyi féle. Ebben az időben kezdtek el az üveghez, hát gondolom Tiffany hatására, ilyen fém forgácsokat tenni. Ekkor alakult ki ez a gyöngyház fény. Az üvegnél úgy mondják, hogy irizál, a kerámiánál, porcelánnál, hogy lüstermázas. Ezekben aztán vannak egész vadak is, tehát nem ilyen sejtelmes, meg ilyen finom. És akkor ettől már csak egy lépés,